Üdvözlet mindenkinek, 2023, negyedik hó, harmadika van. Kaptam egy érdekes hozzászólást, amiben arról volt szó, hogy olyan negatív minden videó és az egész hozzáállás, mindig csak negatív képet festek a jövőről, hogy nem is érdemes azt hallgatni már. Most ez elgondolkoztatott egy pillanatra, és ahogy így keresgéltem a hírek között, találtam néhányat, Úgyhogy ezek azok, amiket meg szeretnék osztani. Orbán Viktor a jó reggelt Magyarországban arról beszélt, hogy a harmadik világháború az egy komoly és valós fenyegetés ezúttal. Megnézzük majd ezzel kapcsolatban a napi cikkét is. Majd átugrunk és megvizsgáljuk, hogy ha lesz ilyen harmadik világháború, már még miért lenne, mi is lehet a technológiája ennek, ugyanis a tudósok azok már ezzel is foglalkoznak. Nagy-Britanniában pedig odáig fajult ez a helyzet, hogy tudományos fantasztikum írókat kértek meg arra, próbálják meg előre jelezni, hogy hogy néznek ki egy ilyen világháború. Végül arról írnak az origóban, hogy a földön kívüliek űrhajókat küldenek a földre, illetve rémisztő időjárás következhet a közeljövőben. Ez tehát a mai program itt az infobaba.hu weboldalon az Új Világrend hírekben mi, mielőtt neki kezdünk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ne is húzzuk az időt, hanem térjünk rá, nézzük meg, hogy mi az, amit mondott a vezér. Ez nem régen volt egyébként, három nappal ezelőtt az M1 Híradó című műsorában. Miután a háború a szomszédunkban van, ezért a magyar emberekre nézve a háború aggasztó és veszélyes. Veszélyben van a biztonságunk. És miután az események azok a konfliktus kiterjedésének az irányába mutatnak, ezért ez a veszély, ez folyamatosan nő. Na most, akkor én nem tehetek arról, hogy ez az, ami történik a világban. Mi, mi az, amit mondhatnék, én azt próbálom megosztani mindenkivel ezen a csatornán, hogy mi történik a világban, és ez mit jelent valójában. Ez az egész funkciója az Infobubble-nek, Mind a YouTube-on, de mindenhol. Mindig is ez volt. Én igyekszem lefordítani az eseményeket a bibliai írások tükrében, hogy mindenki megérthesse, hogy miért történnek valójában ezek a dolgok. Az, hogy ez ijesztő sokak számára, én azt abszolút megértem, és nem is hibáztatok senkit. Volt időszak, amikor én is úgy gondoltam, hogy ez kétségbejtő, ami történik a világban. Mostanra azonban megértettem, hogy az atya kézben tartja az eseményeket, és nekem nincs miért aggódnom, hogyha csinálom azt, ami helyes, az ő szemében akkor nem lesz probléma. Még ha itt lesz, és a következő felvonásban már nem. De ezzel együtt kell élni, ez a valóság, és ezzel jobb, ha szembenéz mindenki. Félni, meg rettegni fölösleges. Ha az ember tudja az igazságot, akkor ahogyan azt olvashatjuk a Bibliában, az igazság az szabadokká tesz benneteket. És erre gondolt, megváltó, amikor ezt mondta. Íme itt van ez az idézet, valószínűleg mindenki hallotta ezt már is. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ez az igazság, amiről beszél, ez nem az az igazság, amire a többség gondol, ez a tényekkel megegyező igazság, vagyis maga a valóság, a hazugságnak az ellentéte. A valóság az, amiről beszél. Mindenkinek lehetősége van megismerni a valóságot, hogy mi miért történik a világban, hogy működik a világ és azután már nem kell félnie, és az szabaddá teszi mindenkinek az elméjét, hisz utána döntéseket tud hozni, úgy, hogy ismeri a valóságot, ha ez nincs meg, akkor sajnálatos, de nem fog sikerülni helyes döntést hozni. Ez az egyik alapszabálya az életnek egyébként. Úgyhogy amiről ő beszél, az csak a tény, a tény az, hogy a szomszédban dúl egy háború, olyan, amilyen, ki tudja, hogy milyen, ez egyértelmű, hogy veszélyezteti az országot. Most emellett még van infláció, üzemanyaghiány, mindenféle hiányok, gazdasági világválságnak benne vagyunk a kezdetén. Omlanak össze a bankok. Mi Miről beszéljek? Én elmondtam már ezerszer, hogy fölösleges izgulni meg félni. Ha valaki hisz, járja az utat, csinálja azt, ami helyes a teremtőnk előtt. Teljesen mindegy, hogy az ellenség mit csinál. Hogyha nem, akkor meg megint csak teljesen mindegy, de akkor meg fölösleges izgulj. És a fegyveres harc mérete is nő. És miután egyre újabb és nagyobb teljesítményű pusztító eszközöknek a bevetéséről hoznak döntéseket, és a nyugat egyre modernebb eszközöket bocsát az ukránok rendelkezésére, ezért meggyőződésem, hogy a világháború veszélye nem irodalmi túlzás. Szóval nem hagyta azt ki a mondandójából, hogy a nyugat az, aki támogatja az ukránokat. Kezdje mindenki figyelni a politikát, meg amit beszélnek ezek az emberek egy más szemmel. A politika az lényegében a manipulációnak a művészete, a gyakorlati megtestesülése. Az, ahogy a nő kommunikál, meg az összes többi. Értse meg mindenki, hogy lavírozni kell számos kerítésnek a tetején, anélkül, hogy bezuhanna az ember egyik vagy másik oldalra. Szóval ő igyekszik diplomatikusan fogalmazni, mikor Európáról van szó, ugyanúgy igyekszik diplomatikusan fogalmazni, mikor a másik oldalról van szó. Egy eszkalálódó helyzet az, amit ő leír. Folyamatosan romlik a helyzet, ahogyan fejlődik felfelé a harc, egyre pusztítóbb fegyverek, nagyobb az intenzitás, egyre több embert vonnak be. Most, hogy ez a harmadik világháborúnak a kezdete, fogalmam sincs, de az én életemben még ilyen közel nem voltunk hozzá, legalábbis amennyire én emlékszem. Tehát, amikor azt mondják európai, meg amerikai vezetők, hogy ha ez így megy tovább, akkor megérkezhetünk a harmadik világháborúba, ez első hallásra hihetetlenül túlzónak tűnő mondat, de ott, ahol én dolgozom, és ott, ahol én látom az eseményeket, ez reális veszély ebben a pillanatban. Szóval ő, ahonnan ő látja az eseményeket, az azt jelenti, hogy a számára több ismeret meg információ áll rendelkezésre nyilvánvalóan, mint nekünk. És ezt azt akarja kommunikálni, hogy ez egy súlyos helyzet, amiben vagyunk. Hogy Vagy anélkül, hogy pánikot keltene, és azt mondaná, hogy na most már aztán végünk van, mert ez a harmadik világháború de figyelje csak mindenki azt, amit mond. Tekerje vissza, és hallgassa meg újra mindenki, ahogy kommunikál, meg ahogy beszél. Nem mondhatja azt, hogy mindenki kezdjen el vásárolni, mert vége van, mert akkor kitörne a pánik, az összeomlan az egész világ. Ezért tehát próbál úgy üzenni, hogy megértse mindenki, akinek értelme van, de mégse legyen pánik, hogy ez igenis egy súlyos helyzet, amiben vagyunk. És én arra vállalkoztam, hogy Elmondom az igazságot az embereknek, meg feltárom szóval. Nagyon nehéz ezt a jelenlegi helyzetet nem úgy előadni, hogy az esetleg negatív legyen. Érdemes talán különbséget tenni a pessimista, negatív, illetve a realista látásmód, illetve életszemlélet között. Én azt gondolom, hogy nagyon is realistaként látom a világot. Ez a helyzet, és kész, el kell fogadni, hogy ez van mint azok, akik szeretnék azt mondani, hogy ó, nézzük, hogy mi a pozitív, meg, meg nem ilyen negatívan kell nézni a világot. Én nem nézem negatívan a világot. Mi még itt mindig folyamatosan építünk és készülünk arra, hogy milyen nagyszerű dolgokat tudunk összehozni közösen. Egyáltalán nem az van, hogy leástam magam egy bunkerbe, és várom, hogy mikor hullanak a bombák. Viszont a másik oldalon az se, nem lehet elfelejteni azt, ami zajlik körülöttünk. És ha reálisan nézzük, a világot, akkor tudunk a legközelebb jutni a jó döntések meghozatalához. Március 31-ei ez a cikk, azt nem tudom, hogy pontosan ugyan erre a videóra reagálnak-e, de azt mondják Orbán Viktor, ebből még harmadik világháború is lehet. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában azt fejtegette, hogy a háború egyre véresebb és brutálisabb, éppen ezért mi sem lenne természetesebb, mint a békét pártolni, ugyanakkor szerinte ez a szándék hiányzik az uniós vezetőknek a többségéből. Az infláció elleni vakcinát viszont már megkaptuk, bízik benne, hogy hatni is fog. Kíváncsi vagyok, hogy mire gondolt ezzel. De az a mondat, hogy ugyanakkor szerinte a szándék, hogy a békét elősegítség hiányzik az uniós vezetők többségéből, ez megint csak egy tökéletes példa arra, amiről beszéltem az imént. Az előbb azt mondta, hogy eszkalálódik a helyzet, romlik, itt van a szomszédban, mire lehet számítani. Anélkül, hogy pánikot keltett volna most, ugyanúgy odaszúr az Unió felé, és ezáltal az Oroszországhoz fűződő viszonyt próbálja fenntartani úgy, hogy itt ragadtunk a két ország között. Tehát tudtára adja az Uniónak is, az oroszoknak is, hogy ő nagyjából mit gondol, vagy legalábbis melyik szerepet játsza el a politika színterén. Nem az ő érdemeit akarom kiemelni, vagy azt akarom mondani, hogy én rász, én nem szavazok, én nem szavaztam 98. Egyetlen egyszer szavaztam. Azóta én rájöttem, hogy ez egy hülyeség az egész, szóval sem értelme. Így nem azt akarom mondani, hogy, hogy ő egy nagyszerű politikus, vagy ő a vezérünk. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi az, ami történik a politikában is hogyan működik. Oda szúrt az Uniónak, ugyanakkor Oroszországnak mutatta, hogy ő érti a helyzetet, és igyekszik navigálni úgy, hogy egyik felet se haragítsa magára teljes mértékben, mert az katasztrofális következményekkel járna. Ránk nézvést. És gondoljon bele mindenki abba, hogy ha elköteleződnénk száz százalékig az Unió mellett, mekkora bajba lennénk úgy, hogy itt van Ukrajna a szomszédba. De a másik oldalon ugyanaz a helyzet, hogyha az oroszok mellett köteleződnénk el, mert akkor elvágnánk magunkat az Uniótól. Így tehát navigálnunk kell. A kettő között. Ez a politikának, meg a diplomáciának a lényege, és én csak azt akarom demonstrálni mindenki számára, hogy ez az, ami történik itt. Nem azt kell nézni, hogy ki az, aki csinálja, hanem az, hogy mit csinál, és ez hatással van az egész kollektív jövőnkre, ebből le tudjuk szűrni, hogy melyik oldalon állunk, és mi az, amire számíthatunk. Úgyhogy úgy figyelje mindenki a politikát. Itt is láthatjuk azt, hogy egyre több és durvább fegyvereket vetnek be, most, hogy ebből mi az igaz, Fogam sincs, de ez az, amit mondana. Mostanra közel vagyunk hozzá, hogy legitimé válik az, hogy valamilyen békefenntartó erőket küldjenek az európai vezetők a frontra. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják megoldani, de úgy gondolom, hogy ezért mondja azt, hogy ha így megy tovább, megérkezhetünk a harmadik világháborúba, hisz, hogyha oda küldenek valami idézőjelbe vett békefenntartó erőt, akkor az azt jelenti, hogy aktív részvételt vállalnak a harcokban. Ha most a most arról beszél, hogy nem az ukránok érdekeit tartja szem előtt, a kérdés, hogy Magyarország hadseregét hogyan lehet ellátni lőszerekkel. Hozzátette, hogy a nyugatiak azt állítják, azért kell a háborút és Ukrajnát támogatni, mert ez a helyes dolog, és végül is van valamiféle ilyesmi, hogyha én jól értelmeztem. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Mit érdekli őket egyébként, hogy mi a helyes? Sose csinálják azt, ami a helyes, azt csinálják, ami előre viszi az ő tervüket. De nem az, ezt mondja, és a világháború a világbéke kérdése forog kockán. Szerinte a világ inkább a magyar állásponton van, Európában viszont kisebbségben vagyunk a békét illetően. Ez megint csak egy olyan mondat, amiről az előbb beszéltem. Próbáljon navigálni az arany középutat, amennyire csak lehet. A magyar parlament egyébként béketárgyalásokat szeretne, illetve tűzszünetet, ez az, amit mondott. Sőt, azt is mondta, hogy a háborúk és a szankciók tönkreteszik a gazdaságot, és az EU egész léte megkérdőjeleződik. Ha Európa tovább gyengül, a háborútól függetlenül messze menő következményei lehetnek, tette hozzá. Már ez a Brexit-tel elkezdődött, szépen lassan teszik tönkre az egész világot, ahogy arról én már beszélek, évek óta meg számos más ember is. A cél az, hogy a jelenlegi világrendszer összeomoljék, és aztán onnan meg lehessen építeni az új világrendet. Ez is ezt a célt szolgálja a szankciók, különösen, mert a szankciók azok abszolút értelmetlenek. Az inflációra várnak, hogy az csökkenjen, és aztán az ástopot szépen kivezetik, illetve beszél itt a rezsivédelmi rendszerről. Ezt meg megint csak említettem nem is olyan régen, hogy nem lehet rezsivédelmi, meg árstop, meg ezeket bevezetni, valakinek fizetnie kell azt a különbözetet. Hisz az árstop az azt jelenti, bár ezt mindenki tudja, hogy mesterségesen lentartja az állam az árakat, de attól még a dolgoknak a költsége az nem csökken. Így, így keletkezik egy különbözet, amit valaki megfizet, és az azzal jár, hogy tönkre mennek a különböző cégek azért, mert nem képesek azt a mennyiségű deficitet már kezelni. A rezsivédelem meg megint csak egy olyan dolog, hogy azért az államnak kell fizetnie. Ugye nincs semmi ingyen, és lehet, hogy most sikerül valamit elérni, de hosszú távon nem lehet hitelből, meg a nincsből finanszírozni valamit. Mindeközben meg kell mutatnom ezt a két bohócot. Én nem, hogy meg vagyok döbbenve, hogy így megöregedett. Songdui, which means leftover woman in Mandarin. Nagyon régen nem láttam már. Az, amit Gyurcsány beszél, az érdekes. Most origó nem tudom, hogy ezek jobboldali vagy baloldali hírforrások, viszont már elmondták háromszor ezt. Érdekes. A DK elnöke kérdésre válaszolva nem nevezte meg konkrétan azokat a politikusokat sem, nem. Nem. akik szerinte a kormány meggyengítésén nem. dolgoznak. És hogy melyik az a politikus, aki nyomáson tartja a kormányt? Mindegyik ellenzéki politikus azon dolgoznak az ellenzéki politikusok, hogy meggyengítsék a kormányt. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két éve. Nem tudom, hogy ez normális-e, hogy í így kell ehhez hozzáállni, vagy így lehet hozzáállni ez csak, hogy azon dolgozik az ellenzék, hogy meggyengítse a kormányt, hogy mi hasznunk van nekünk abból, hogy gyenge a kormány, de ezt csinálják ők, legalábbis ezt mondja. De térjünk vissza, ez promotions.hu online média magazin, erre készül Magyarország kormánya, ha esetleg kitörne a harmadik világháború. Egy svájci heti lapnak nyilatkozott, és azt mondta: Az ukránokkal szemben egy 140 millió lakosú atomhatalom áll, az oroszokkal szemben pedig az egész NATO. Ez teszi a dolgot olyan veszélyessé. Pathelyzet van, ami könnyen világháborúvá fajulhat. Ez harmadikó, 16 tizenhatodikai ez a cikk, most ahhoz képest kedd este megjelenő, ez még akkor volt új kormányrendelet egyebek között a háborús helyzetekben történő gazdasági intézkedésekről és a védelem gazdasági alapterv elkészítéséről is szól. A rendelet előírja, hogy Magyarország kormánya háborús vészhelyzetben mozgósíthatja a gazdaságot, vagyis a gazdasági szereplőknek biztosítaniuk kell a lakossági, katonai ellátási feladatokhoz az anyagi erőforrásokat, ami egyfajta államosítás tulajdonképpen, hogy pontosan kik ezek a gazdasági szereplők, én gyanítom, hogy majd, hogy nem mindenki, aki hozzá tud járulni, és az kénytelen lesz részt venni a háborúban, és átadni mindazt az infrastruktúrát, amivel rendelkezik az államnak, hogy ezt felhasználja a háborúhoz. Ha már ennyit beszéltünk a harmadik világháborúról, a 24.hu azt írja, hogy mesterséges intelligencia, harci drónok, gém katonák, akár ezeket is bevethetik a harmadik világháborúban. Ez az IFL Science új cikkéből derül ki, ez az Egyesült Királyság Honvédelmi Minisztériuma két tudományos-fantasztikus író segítségével tárta fel, milyen lehetne egy a közeljövőben kirobbanó világháború. Ez az eredeti cikk az IFL Science-től. 24.hu 2023. 33. 33 án azt írja, ilyen lehet a harmadik világháború. Érdekes a dátum, ugye a harmadik, a harmadik, a harmadik világháború. De lépjünk is túl. Ezen mesterséges intelligencia harci drónok, génmódosított katonák, akár ezeket is bevethetik. Ez egyébként az IFL Science Egyesült Királyságbeli weboldal Szikkének a fordítás, illetve az információ, ahol science fiction, vagy tudományos fantasztikus szerzőket kértek fel arra, egyébként a Védelmi Minisztériuma az Egyesült Királyságnak, hogy létrehozzanak ilyen szenáriókat, hogy a harmadik világháború hogy is történne. Beszélnek arról is, hogy a történelem során ezek az írók számos alkalommal sikerrel megjövendölték a jövőt. Mielőtt tovább megyünk ezzel a cikkkel, amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Úgy folytatják, hogy a történelem során ezek a szifi írók számos alkalommal sikeresen megjósolták a jövőt, előre látták például a hitelkártyák, mobiltelefonok, páncélzott harckocsik, sőt még az antidepresszánsok feltalálását is. Ez azért van, mert közlik velünk a jövőt, nem megjósolják ők, hanem megvannak az intézmények, akik kitermelik ezeket az embereket, és azok közlik velünk a jövőt. Ez nem valamiféle véletlen egybeesés, hanem egy tudatos programozásnak a része. Az emberek így képesek elfogadni könnyebben, hogy látják maguk előtt, olvassák, hallanak erről, és aztán mikor megjelenik, akkor az nem akkor a trauma. Ezek az írók igyekeztek azokat a technológiai fejlesztéseket bemutatni a művükben, amely az elkövetkező húsz évben várható át kell ugranunk most már az eredeti hírnek a weboldalára, ugyanis a 24.hu nem fordítja ezt tovább. Olyasmi ez mondják, mint a Black Mirrornak a rövid kis történetei, és a mesterséges intelligencia egy ilyen adatmodellezés, drón rajok, kvantum vagy az embereknek gépekkel való, technológiával való ötvözése szintén szerepel többek között ezen technológiák sorában. Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy azt írják, a világnak a zöld technológián alapuló törekvései azok újabb geopolitikai konfliktusokat fognak okozni a jövőben. Hogy ezt meg lehet-e valósítani, egyáltalán reális-e az, amit szeretnénk, én úgy gondolom, hogy reális lenne, hogyha az emberek többsége nem ringatná magát, abba az álomvilágba, hogy képes lesz fenntartani a jelenlegi életszínvonalát, és ugyanakkor mindezt támogatni zöld energiával, mert a kettőt együtt úgy gondolom, hogy nem lehet. Az, ahogyan élünk, legalábbis a többség a városokban különösen, a fejlett nyugati világban, az egyáltalán nem fenntartható hosszú távon. Tehát lehetne ezeket a zöld energiákat használni, de akkor az azzal járna, hogy mindenkinek az élet színvonalából és a kényelméből le kellene adnia. Összefoglalván ezek tudományos, fantasztikus történetek, amelyek a jövő háborúit hivatottak ilyen vagy olyan módon, de bemutatni. Mindezt az Egyesült Királyság Védelmi Minisztériuma megbízásából. Az utolsó előtti történet az, amire talán érdemes több hangsúlyt fektetni, ez a zöld háborúk nevet viseli, ugye Green Wars, ahol is a széndiokszid kibocsátás net zero szintre való szorítása a cél, azaz net zero az azt jelenti, hogy a kibocsátás és a kivétel a légkörből az nullára jöjjön ki. Ennek viszont geopolitikai hatásai lesznek, különösképpen az lesz a probléma, hogy ki is az, aki ezeket az új zöld technológiákat, illetve erőforrásokat majd kontrollálja. Magyarán úgy van, ahogy mondtam, teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, tök mindegy, hogy mire koncentrálunk, mindig úgy is lesznek emberek, akik a hatalmat fogják majd akarni megszerezni. Lehet, hogy ha már itt vagyunk, akkor ezt az utolsót is érdemes megnézni, ez a The Solstice Cup, ahol is technológiailag felturbózott emberek vagy katonák játszanak, fociznak. Most nem tudom, hogy amerikai futball, vagy, vagy a hagyományos európai futball, de oroszok ellen, és ugye nagyjából 45-50 km per órás sebességgel rohangálnak a pályán, azt hiszem, hogy ez is egy veszély, ami fenyeget. Egyrészt ugye a technológiát felhasználhatjuk, de másrészt most már a gén technológiának is vannak olyan elemei, amelyeket könnyedén bevethetnek, hogyha, mint ahogy szerintem már ez meg is történt, Amennyiben szeretnének előállítani ilyen szuper katonákat meg szuper embereket. Infostart.hu arról beszélnek, hogy rémisztő időjárás várható 2023-ra klímaváltozás fejetetére állított az időjárást, mely egyre nagyobb hatással van a nemzetközi gazdaságra és az emberek életére. Ahogyan mondtam azt korábban minden most ebben az egy pontban, ami nem feltétlen egy pont de a történelem során mindenképpen egy pont Ebben a rövid időszakban, az elkövetkező 5-10 évben fog a csúcsa jutni, ez talán az emberiség történelmének a második legérdekesebb fejezete, amikor minden összeomlik, és elkezdődik majd a Teremtőnek az ezer éves királysága, illetve utána az örök királyság, egy rövid cameo erejéig pedig még láthatjuk az Antimásiákat, illetve az új világrendet is. A Wall Street Journal alapján írja a világgazdaság, hogy hamarosan a hétköznapok része lesz az a szeszélyes és extrém éghajlati jelenségek, valamint időjárási elemek, amikkel találkozhatunk a világban. Például, hogy Kaliforniában házak százait mossák el az áradások. Európában pedig tavaly nyáróta nem esik eső. Franciaországban január közepétől február végéig semmi eső nem esett, ami 59 óta a leghosszabb szárasság. Írországban aszály, erdő, bozott tüzek. Olaszországban pedig a Pó, Európa legnagyobb vízhozamú folyója. Egyes szakaszain apró tócsákká zsugarodott az általa táplált velencei csatornák pedig szinte teljesen kiszáradtak. Egészen hihetetlen, hogy mi az, ami történik, és az emberek még mindig azt mondják, hogy ez mindig is így volt. Mezőgazdaság, energiatermelés, tengeri szállítás, minden károkat szenvedett. A tavaly nyári forróságot és csapadékhiányt egy hosszú téli szárasság követte. És az se biztos, hogy ez tavasszal enyhülni fog. Úgyhogy jobb, ha mindenki elkezd imádkozni, és reménykedik abban, hogy meghallgatja az atya majd az imáit és kül esőt különben óriás problémában találjuk magunkat. Növekszik a hőmérséklet, ami emeli a párolgás, kiszárad a talaj, a víztartó rétegek, csökken a csapadék mennyiség, és ez az ember okozta klímaváltozásnak a hatása mondják ugye a tudósok, a kutatók. Hiányos az alpokban a holtakaró, és Franciaországban arról beszélnek, hogy a vízgyűjtők 80%-a alacsony vagy nagyon alacsony szinten van. Az éghajlatváltozás legnagyobb vesztesei az idén, 2023-ban azonban az ázsiai országok lesznek, úgyhogy ez megérkezik oda is, ahhoz szín, ami szintén nagyon fontos az úgynevezett globális gazdaságban, hiszen Ázsia az, aki ellátja a világot ezekkel a termékekkel, amiket mi használunk, legalábbis a nagy többségével. Egy érdekes év elé nézünk, az biztos. Végezetül, hogy legyen valamennyi vicc is az egészben. Az amerikaiak arra figyelmeztetnek, hogy földönkívüliek űrhajókat küldenek a földre. Lehetséges, hogy földönkívüli anyahajók, anyahajók és kisebb űrszondák látogatják naprendszerünk bolygóit, állapította meg a Pentagon azonosítatlan légi jelenségeket kutató irodájának vezetője. Kedden megosztott jelentéstervezetben írja a Military Times folyóirat. Egy mesterséges csillagközi objektív... Egyre több ilyen hülyeséget lehet hallani ezeket a híreket, hogy ilyen-olyan űrhajók lehetséges, hogy felfedeztek vizet, életet, mikroorganizmusokat, földön látogatnak minket. Szépen lassan ezek bekerülnek a köztudatba, és az azt eredményezi, hogy az emberek számára ez egy idő után hihető lesz. Ugyanis ha most megjelenne itt és bejelentenék, hogy ott van UFO, akkor olyan csodálatos lenne. Persze, már fel van készítve az emberiség a filmeken keresztül, de most már a filmeket át kell vinni a valóságba. És azzal, hogy így hintik el ezeket a híreket, hogy itt egy, ott egy, amott egy, ezzel szépen edzik hozzá a közvéleményt és az emberiséget ahhoz, hogy elfogadják, amikor majd ez megtörténik. És az én. Elgondolásom szerint ez egy ponton a jövőben meg is fog történni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez volt az új világrend hírek 2023. 4. Hó 3 -án az infobubble.hu weboldalon. Hamarosan újra jelentkezem, bízom benne, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót is, és közelebb kerültek néhányan legalább a valóság és az igazság megértéséhez. A cél az, hogy jó döntéseket tudjunk hozni abban az időszakban, amikor ez egyáltalán nem lesz olyan egyszerű. Ahogyan szorul a hurok, úgy egyre nehezebb lesz majd tisztán látni, de szerintem ezzel mindenki tisztában van. Legalábbis azok, akik körülnéznek és figyelik, hogy az emberek hogyan viselkednek, mit csinálnak, ez csak nem lehetne világosabb. Még egyszer köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!